Beregszászi konzulátus 2 évvel ezelőtt már elkezdett különböző sport témákban versenyeket rendezni, és a külügyminisztérium úgy gondolta, hogy ezek a versenyek nagyon jól sikerültek. Nagyon nagy volt a résztvevők száma, nagyon sokan jöttek el ezekre a rendezvényekre. Elején egy kicsit nehezen indult be, de azóta gyakorlatilag, amikor a konzulátus sporteseményt rendez, akkor lehet látni, hogy nagyon hamar, nagyon sokan jelentkeznek. Eddig elsősorban labdarúgás volt, amivel foglalkoztunk, de több más sportban is azért valamilyen módon megjelentünk. Ilyen pingpongon is voltunk már, de még ott is kicsit szeretnénk majd erősíteni azon a vonalon. Ezen kívül kerékpársportban is már egy picit ott voltunk. Most a sakk, ugye ez egy teljesen új dolog, amiben belevágtunk, de bátran vágtunk bele, mert az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy érdemes itt a sporttal foglalkozni. Az alapötlete az volt az egésznek, hogy egy kicsikét a beregszászi járásban a sakk egy, úgy érezzük, hogy nem azon a szinten van, aminek lenni kéne, hiszen azért akárhogy megnézzük, ez a sport is egy olyan, ami viszonylag olcsó, tehát akár interneten is játszható, akár otthon bárki filérekből megveheti a táblát, neki lehet állni. Viszont kitörési lehetőség is lehet akár, aki ezt nagyon komolyan űzi. A napjainkra ugye a sakk teljesen megváltozott már, nem az a régi fajta gondolkodás van, amikor egy napig ott kellett ülni a sakktábla mellett sokszor, hogy mikor lép már a másik végre, itt már ez befejeződött. Itt ugye órákkal játszanak most már szinte mindenhol, nem csak az ellenfél, nem csak a másik ember az ellenfél, hanem az óra is az ellenfél, és ez nagyon fontos dolog, mert ugye nagyon gyors gondolkodásra készteti a játékosokat. Nem az a régi fajta, hogy hát majd meglátom még ezt, átgondolom. Itt nincs mit átgondolni, lépni kell, haladni kell. Úgyhogy mi is egy ilyen versenyt indítottunk, ahol 2x10 perc áll rendelkezésre a játékosoknak, illetve minden lépés után egy plusz időkeret, ez már egy kicsit így bonyolítja az egészet, viszont érdekesebbé teszi. Az a lényeg, hogy gyorsan kell gondolkodni, hamar kell válaszolni a másik játékosra. Ugye mondhatja mindenki, hogy most már interneten is lehet sakkversenyt szervezni, de én azt gondolom, hogy, és nem csak én, tehát az egész konzulátus és a külügyminisztérium vezetése is azt gondolja, hogy a messengeren küldött készfogás az messze nem egyenértékű azzal, amikor két ember szemtől szembe fog egymással kezet egy érdekes játék, vagy akár egy egész napos sportrendezvény végén. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a verseny már most elmondható, hogy a célját elérte, hiszen 101 játékos megérkezett, tehát 101 játékos elindult ezen a versenyen, és mint látható a háttérben, tehát nagyon jó mérkőzések zajlanak. Egész Ukrajnából érkeztek játékosok, Kijevből is vannak, Melnyitszkijből, Ivano-Frankivszkból, Lembergből jöttek, és hát ugye a kárpátaljai megyéből is, mindenhonnan a nagy várakból, mondhatom így nyugodtan, ahol azért intenzívebb sapkélet folyik, mint a beregszászi járásban. Itt vannak, tehát így Ungváról, Munkácsról, Nagyszőlősről rengetegen vannak, és itt vannak a szövetségek vezetői is, tehát nagy örömünk az, hogy nem csak a játékosok jöttek el, hanem a vezetők, illetve szponzorok is itt vannak, tehát ők is kíváncsiak arra, hogy a konzulátus milyen rendezvényt szervez. Nem egyedül vagyunk szervezők, a beregszászi várossal együtt szerveztük tulajdonképpen, velük beszéltünk meg mindent. Nekik is Babják Zoltán polgármester úr, amint csak lehet, tesz a sportba, tesz azért, hogy a fiatalok sportoljanak.